Sziasztok! Így kora reggel, Attila vagyok Limbachból, és ma arról fogok nektek beszélni, hogy a reformáció az nem más, mint katolicizmus 2.0. Jézus azt mondja a szárdiszi gyülekezetnek, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Tehát ma a reformációról fogok beszélni, mint egy bálványról, oké? Ugyanis a reformáció az ugyanaz, mint a katolicizmus, csak egy sunyibb bálványimádás. Lehet, hogy csupaszabbak a templomok, meg a felszínen minden, nem ennyire a csili-vili, meg nincs annyi arany, bár mondjuk most már a modern evangelikalizmus egyre inkább a pénzről szól. De ugyanúgy megvannak a reformációban is, a protestantizmusban is, ami amúgy már egyre inkább ugyanaz, mondom, mint a katolicizmus. Tehát ugyanúgy megvannak a templomok, megvannak a papok, megvan a tanítói hivatal, ez is már a pénzről szól, és ugyanúgy a hagyományok körül forog minden. Tehát, hogy emberi parancsolatokat tanítanak, úgy, mintha Isten parancsolta volna. Tehát emberi hagyományokat. Oké? Okay? Tehát katolicizmus 2.0, ez a reformáció. A reformáció az ugyanúgy nagy emberekre épít, mint a katolicizmus. Csak néhány bálványt említek, jó? És szándékosan hívom bálványnak, mert ezeknek az embereket a maguk felekezetei bálványként imádják, és én most olyan leszek, mint Gedeon, csak nem éjszaka fogom ledönteni a bálványokat, hanem most itt kora reggel. Oké? Okay? Tehát a Luther is egy bálvány, a Calvin is egy bálvány, és a Zwingli is egy bálvány, meg az összes többi, bármelyiket hívhatod segítségül, egyik se fog segíteni, ezek mind halott istenek. Oké? Okay? Ugye, amikor az atya a bemerítkezéskor, illetve a hegyen is, ugye, amikor megszólítja az embereket, akkor mindig azt mondja, hogy Jézus, tehát, hogy ez az én szeretett fiam, ő benne gyönyörködöm, illetve őt hallgassátok. Tehát mi Jézust kell, hogy hallgassuk, nem pedig Luthert, Calvint és Zwinglit. És nem érdekel, hogy melyik hogyan varját át a Bibliát, például Luther hogyan toldott hozzá egy szót a római levélhez. Engem nem érdekel, meg lesz a része az örök tűzben, mert hozzáadott Isten igéhez. Oké? Okay? Ugye azt tette hozzá Luther, hogy egyedül hitáltal, pedig nincs ott az a szó, hogy allein az eredeti római levélben. Tehát ezek hozzáadtak az igéhez, ugyanúgy hagyományokkal díszítik ki az Istennek a dolgait, ahogy a katolicizmus. Tehát ne várjunk semmit, mert ugyanolyan rendszereket építenek. És az egész reformáció ugyanúgy a Heródes kovászával van megtűzdelve, mint a katolicizmus. Oké? Okay? Mindegyik arról szól, hogy van egy főmufti, és akkor őt kell követni. Tök mindegy, hogy pápának hívod, vagy Reinhard Bonnkének, vagy Kenneth Copelandnek, vagy Berényi Györgynek, vagy Német Janinak, vagy bármelyik, teljesen mindegy. Vagy Cseri Kálmánnak is hívhatod. Tök mindegy, ezek mind bálványok. Ezekből meg kell térnetek. Mert áthozott, aki emberben bízik. Oké? Okay? És testi erőre támaszkodik. Tehát meg kell térnünk abból, hogy embereket imádunk. És szeretnék mondani egy példát arra, hogy a vallás az hogyan rejti el Jézust. Az igazit, jó? Mi szoktuk olvasni az Oswald Chambersnek ezt a Krisztus mindenek felett nevű napi állítatát, vannak benne egész jó dolgok, és magyarul ez megtalálható nem máshol, mint a Szabó Telepi Református Egyházközségnek a honlapján, tehát Szabó Telepi Református Egyházközség. Na most ezt figyeljétek, ezt a faramuciságot figyeljétek, tehát egy református gyülekezetnek a honlapján van fönt az Oswald Chambers. És a mai Chambersben ezt olvassuk, hogy az Új Szövetség azt tanítja, ugye Jézusról, hogy ő meghalt mindenkiért, nem az én halálomat szenvedte el, ez zárójelbe tette, és én csak az ő halálával azonosulva szabadulok meg a bűntől, és részesülhetek az ő igazságosságában. Tehát megismétlem, az Új Szövetség azt tanítja, hogy ő meghalt mindenkiért, és én csak az ő halálával azonosulva szabadulok meg a bűntől.
és részesülök az Isten igazságosságában. Miért mondom ezt? Mert ez egy református egyháznak az oldalán van, és a reformátusok nem tanítják a bemerítést. Pedig mit mond a római levél 6, hogy Krisztus halálában merítkezve haltunk meg a bűnnek, és ott azonosulunk ugye Jézusnak a halálával. Mit tanít eljött a református egyház? Csecsemő keresztelést, hogy meghinti a kisbabát, aki még hitre se jutott. Oké? És akkor kitaláltak egy emberi hagyományt, hogy ezt majd x évvel később, bármicva helyett, majd konfirmációval megoldjuk. Ugye a bármicva, amikor a zsidó kisfiúk idézőjelben felnőtté avatják, és teljes értékű felelős tagjaivá nyilvánítják a zsidó társadalomnak. Tehát, hogy most már rájuk is köteles a tóra. Tehát a reformáció kitalálta a kálvinisták például, de ugyanez megvan a Luthernél is. Tehát ez katolicizmus 2.0, hogy csak nem bérmálkozás van meg ilyen dolgok, hanem konfirmáció. Szeretnék egy valakit megkérdezni, hogy hol olvasol a Bibliában konfirmációról. Mert ugye a hit mértékében minden dolog mércéje Isten igéje, igaz? És akkor azt mondják ezek a protestánsok, hogy szól a szkriptúra. A csodákat nem is szól a szkriptúra. Hát nem a szkriptúra szól nektek, nem egyedül a Szentírás, ott van Luther, Calvin, Zwingli, ott van nektek a katolikus csecsemőkeresztelés. És itt mondja ugye pont a Chambers is, amúgy teljesen egyetértek vele, de ő is csak egy ember, egyetértek vele, mert mit mond? Hogy az ő halálával azonosulva szabadulok meg a bűntől, amit nem tanít a luteránus egyház, nem tanít a kálvinisták, sőt, a luteránus, mondjad már, ilyen, van nekik ez a felekezeti ilyen hitvallásszerű dolog, benn van minden luteránus templomba, ott van, hogy tehát egyszerűen üldözik azokat, akik az újramerítést tanítják. Még ma is benne van, itt Németországból olvastuk. Tehát, ha Jézus halálával azonosulva szabadulok meg a bűntől, akkor ezt hogy tanította az Úr Jézus? Aki hisz és bemerítkezik, üdvözül. Hogy tanította Péter? Merítkezzetek be a bűneitek bocsánatára, igaz? Megtérés után. Hogy tanította Fülöp? Amit kivettek a Bibliákból egy csomó helyen, az új fordítás zárójelbe teszi, a NIV meg az összes angolba szinte ki van ez már tépve. Ugye Abcsel, ha jól tudom, Abcsel 8.37, meg lehet nézni, hogy azt mondja Fülöp, hogy ha teljes szívvel hiszel, meg lehet. Oké? És, de vannak más felekezetek, akiknél nem követelik meg a teljes szívvel való hitet, elég, hogyha elfogadod a baptista törekvőknek a, tehát végigmész a leckéken, és akkor bemerítenek. Tehát van ilyen is. De azt mondja, ha teljes szíveddel hiszel, akkor meg lehet. Mit jelent az, hogy teljes szíveddel hiszel? Az, hogy mindent elhiszel, ami Jézusról megvan írva. És elhiszed azt, amit tett, érted a kereszten, és elhiszed azt, hogy azért kellett a kereszten, érted valamit tennie, mert te egy rohadt szemét dög vagy. Minden igazságod, mint a szennyes ruha. Gonosz vagy, kész. Tehát ez az evangélium, hogy térjetek meg. Térjetek meg, ez az evangélium. Én is az voltam, mindannyian azok vagyunk, így kezdjük. A fenekünket fordítjuk Istennel szemben, amikor a világra jövünk. Az eredendő bűn, ugye? És nem tanítják a bemerítést, de kirakják a szabótelepi református egyházközség oldalára a Chambers. Tehát ugyanaz, mint a Máté 23, hogy beülnek a Mózes székébe, és amit hirdetnek, jó, azt csináljátok meg, de ne kövessétek őket. Tehát itt van a Chambers, tök jó, egy református egyháznak az oldalán. És hogyha már itt vagyunk ennél az azonosulásnál, hogy az újjászületésben te meghalsz, és föltámad benned Krisztus, ez az azonosulás, tehát a kereszt rád is érvényesül, akkor nézzük meg Luthert, Calvin, Zwinglit, meg a többieket. A reformációt. Ők mikor azonosultak Krisztus halálával? Luther, mikor merítkezett be a bűnei bocsánatára? Milyen keresztelése volt neki? Katolikus csecsemő keresztelése volt. A Calvinnak milyen keresztelése volt? Bemerítkezett a bűnei bocsánatára? Azonosult Krisztus halálával? A Galata 3.27 szerint magára öltötte Krisztust? A Kolossé 2 szerint
körül lett metélve, nem kézzel csinált körülmetéléssel? Le lett metszve az ember? Meg volt az újjászületés fürdője? A Péter szerint megmentette őt a bemerítés a Noé bárkájához hasonlóan, az özönvízhez? Volt, megtörtént náluk az, hogy új lelkiismeretét könyörögtek az Istenhez a Jézus feltámadása által? Meg volt az Anániás szerint, amikor Pálnak azt mondta, hogy mit késlekedsz, mit tétovázol, mit filozofálsz, kelj föl, merítkezz be, mosd le a bűneidet, segítségül híván az Úr nevét. Megtörtént ez Lutherrel, Calvinnal és Zwinglivel? Mert hogyha azt mondja az Úr Jézus, hogy aki hisz és bemerítkezik, üdvözül, és megint csak nem érdekel, hogy milyen kifogásokat hoztok. Nem azt mondta az Úr Jézus, hogy akit csecsemő keresztelnek, és majd később konfirmál, az üdvözül. Nem érdekel. Hogyha ti nem azt az Úr Jézust követitek, akit a Biblia leír, akkor ez a Luther, ez a Calvin, ez a Zwingli, meg mindazok, akik a csecsemő keresztelést hirdetitek, és nem érdekel a didakhése. Didakhése hirdet amúgy csecsemő keresztelést. De nem érdekel a didakhése, mert az sem, ugye a didaké az egy őskeresztény írás, és akkor ott le van írva a bemerítésnek a menete. De az első két pont ott is az teljes víz. Az első az, hogy hideg víz, ha lehet folyóvíz, a második az az, hogy ha nincs hideg, akkor legyen meleg, ha meg nincs víz, akkor lehet csöpögtetni. Csak én azt szeretném megkérdezni, hogy a János evangélium a 3-ban miért azt mondja, hogy János a Jordánhoz ment, mert ott sok volt a víz? Ugye a bemerítő János. Hát minek sok víz, hogyha locsolsz? Meg csecsemőket. Tehát a csecsemő az teljes szívvel hitt, igaz? És ha megnézitek a Cornelius háza népét, ott van az, hogy higgy az Úr Jézusban és üdvözülsz, és aztán ugyanaznap este gyorsan kifejtették az evangéliumot neki, közben ők kimosták a sebeiket, ugye a Cornelius házanépe, a Pálnak és a Szilásznak a börtönben kapott sebeit kimosták. Viszont Pálék meg bemerítették Cornéliust és az egész házanépét, és utána a következő mondat az Abcselben, Abcsel 16, hogy és örült Cornelius, mert hitt mind ő, mind az egész házanépe. Kérdezem én, csecsemő tudnak inni? Hagyjuk már ezt a bolondságot, jó, ezt a csecsemő keresztelést. Tehát olyan hagyományokat hirdetnek, amik emberek parancsolatai, és nem az Isten igéje. Katolicizmus 2.0. És akkor jönnek azzal, hogy szól a szkriptúra. A csodákat szól nektek a szkriptúra. Hogyha szójátékot mondok. És akkor itt vannak ezek a Luther, Calvin, Zwingli, ahelyett, hogy meghaltak volna saját maguknak, ők is a Herodes kovászát választották, a hatalommániát. Nem, hogy meghaltak volna maguknak, fölvették volna a keresztet, és Jézus követik, hanem mit csináltak? Maguk is zsinagógákat építettek, templomokat, pulpitusokat, ugyanazt a rendszert. Ők nem úgy hívták, hogy papok, hanem úgy, hogy lelkészek, vagy lelkipásztorok. Ugyanazt a rendszert átöltöztették a saját színezetük szerint. És akkor most mondhatjuk azt, hogy vitatkoztak az úrvacsorán, hogy most Jézus mennyire van jelen, ugye benne az úrvacsora megülése során, vagy nincs, miközben újjá se voltak születve. Eleve nem méltó módon vették, vagy nem illendő módon vették az úrvacsorát. Miért? Mert ki vehet úrvacsorát? Tehát, érted? Most ez olyan, hogy én magyarként megünneplem az amerikai függetlenség napot. Semmi közöm hozzá. Ellenben, hogyha amerikai állampolgárrá leszek, és belemerítkezek az amerikai állampolgárságba, és engem elfogad Amerika amerikai állampolgárrá, akkor már lesz közöm az amerikai függetlenség naphoz. De hogyha te nem vagy az Úr Jézusban, akkor neked mi között van az Úr Jézusra való emlékezéshez? A kívülvalóként. Tehát mi köze a hitetlennek a hívőhöz, meg a Krisztusnak a Beliához? Egy vallásos rendszert szolgáltok. Az a neved, hogy élsz, de halott vagy. Mert éppen ez a vallás lényege. Tudjátok, a vallást ugye angolul is, meg latinul is, meg más nyelveken is ugye úgy hívjuk, hogy a religion, vagy a religion, ugye latinul. Ez egy főnév, ami egy olyan igei alakból van összerakva, hogy religare. Religare. És a religare az egy összetett szó, azt jelenti, hogy újra megkötözni.
újra megkötözni. Tehát, hogyha a vallás tehetné, akkor még azokat is újra megkötözi, akiket Isten újjászül az ő szent szellemébe. Oké? Mondok egy példát. Tehát meg akarja ölni még az új teremtést is. És nagyon sok testvérrel előfordul, hogy újjászületik, meg minden, és aztán viszik be a zsinagógai rendszerbe. És ott meghal. Meghal. Mert nem tanítvánnyá teszik, nem olyanná teszik, mint Jézus, nem követővé teszik őt, hanem beültetik a padsorokba, és meghal az ember, elfonnyad. Vegyünk egy példát. Oké, Bibliából. Ismeritek a János evangéliumából azt a Lázárt, ugye, aki a Mártának és a Máriának volt a testvére, és hát ugye Lázár meghalt. És ugye az asszonyok sírnak, rínak, megkérdezik Jézus, hogy miért nem jöttél hamarabb, ha jöttél volna, nem halt volna meg. És akkor ugye Jézus mondja, hogy ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét, ugye, és én vagyok az út, vagy én vagyok a feltámadás, ugye pont itt mondja Jézus először talán. És aztán oda megy ugye a sírhoz, a Lázárhoz, már be volt bugyolálva, mint egy múmia, és már szaga volt, mert már negyednapos hulla volt, és ugye a zsidók úgy hitték, hogy 3 napig még ott van valahol a lelke körülötte, a halott tetem körül, és aztán a 4. napon távozik el. Tehát egy 4. napon föltámasztani valakit azért az úgy elég durva. Meg hát pláne ne is szólva arról, hogy a rothadást a testében, ami már elindult, meg a szervek szétfolyását, azt mind visszaállítani. Oké? Okay? Tehát ott van ez a Lázár, és azt mondják, hogy már büdös szaga van, már rothad, osztóban van, mint szokták mondani. És Jézus ugye azt mondja, hogy Lázár, jöjj ki. És kijön a múmia a sírból, és aztán ugye mondja Jézus, hogy oldozzátok el, és hagyjátok elmenni. Amikor Isten újjászül, ez most egy profetikus is, amúgy ez a Lázár föltámasztás, mert amikor Isten újjászül, akkor ugye oldozzátok el a bűneiből, és hagyjátok elmenni. Ugye? És azt olvassuk utána, hogy itt van ez a Lázár, aki föltámadt, és miatta rengetegen elkezdtek hinni Jézusban, annyira, hogy már a vallásos szisztem, a rendszer már be volt pánikolva, hogy te jó ég, itt van ez a halott, aki negyednapos volt, az összes zsidó hagyomány, meg minden elméletet fölrúgott Jézus, mert tényleg föltámadt a halálból, egy negyednapos hulla, és egy lehetetlenség. Ilyet csak a Messiás tud csinálni. És a rendszer az, ahelyett, hogy megtérne, ahelyett, hogy Jézushoz igazodna, mit csinál? Összejönnek a farizeusok, meg ezek a nagy emberek, a VIP-k, és mondják, hogy öljük meg Lázárt. Fogom a fejemet. Öljük meg Lázárt. Ahelyett, hogy és ezek mondják magukat Isten embereinek, hogy mi az Isten szolgáljuk. Túrókat ti a saját hasatokat szolgáljátok. Öljük meg Lázárt. Miért? Mert hogyha Lázár föltámadt és Jézus a messiás, az azt jelenti, hogy az egész, amit csinálunk, az egy hazugság volt. Az egész, amit építettünk, egy hazugság volt. Az egész zsinagógai rendszerünk egy hazugság volt. Az egész képmutatásunk, hogy mi tetettük a jót, hogy meghosszabbítottuk a ruhabojtjainkat, hogy hosszú köntöseink vannak, hogy szeretünk a tereken imádkozni, hogy az emberek fölnézzenek ránk. Ez mindegy hazugság volt. És hogy néz ki egy református lelkész? Úgy néz ki, mint egy bíró, egy fekete ruhába, mint egy ilyen hosszú köntös. Hogy néz ki egy luteránus lelkész? Ugyanaz, mint a katolicizmus. És tök mindegy, hogy te baptista lelkipásztor vagy öltön nyakkendőben, akkor is VIP-nak nézel ki. Tök mindegy, hogy golgotás pásztor vagy szandálban, de ugyanúgy oda teszed a pásztor szót a neved elé. Mikor Jézus azt tanítja, hogy ezt ne tegyétek, mert ti testvérek vagytok, már ha újjá vagytok születve, és tanítványok vagytok. De ti nem vagytok tanítványok, semmi közöttök Jézushoz, mert úgy, ahogy van, fölrúgjátok, titeket nem érdekel, amit Jézus tanít. Nem érdekel titeket. Mert titeket csak az érdekel, hogy a Herodes kovásza, hogy ti nagyok akartok lenni, meg rendszert építetek, zsinagógákat magatoknak. Hányszor hallottuk már, nem? Hányszor hallottuk azt, hogy menjünk be az Isten házába? Miről beszéltek? Milyen Isten háza, ti katolikus 2.0-ák? Milyen Isten háza? Nem azt mondja az abcselben István is, meg Pál is?
hogy az Isten nem lakik emberkét csinált a templomokba? Akkor ti milyen istenházáról beszéltek? Érted? Az új teremtés az arról szól, hogy Isten benned lakik, és te vagy az istenháza. Neked nincs szükséged arra, hogy Isten itt imád, meg ott imád, meg ilyen alkalommal, meg olyan alkalommal. Nem erről szól a vallás? Hogy bedobozol titeket? Hogy össze kell jönni egy külön helyen, ami szent, mert az Isten háza, kell egy külön pap neked, aki tanít, mikor még a protestántusok is mit mondanak? Egyetemes papság. A túróton egyetemes papság, hát ott a lelkész, akinek a tizedet oda kell adni, meg akire úgy kell fölnézni, mint a pápára. Mert nem szabad az Isten fölkentjét bántani. Az Isten fölkentje az amúgy Jézus, és az, aki Jézusban van. Mert aki titeket mi velünk együtt felken, az az Isten. Miről beszéltek, hogy a pásztor az Isten fölkentje? Katolikus 2.0-ák. Miről beszéltek ti? Ugyanolyan pápai kultus csináltok a saját nevetekben. És akkor még nem is beszéltünk a dicsőítésnek nevezett bálványimádásról, hogy egy külön atmoszférát csináltok azért, hogy jobban Istenhez közeledjetek. Miről beszéltek, ha Isten bennetek lakik? És megvan írva, hogy aki én bennem hisz, az soha többet meg nem szomjazik. Akkor miért énekeltek arra, hogy szomjas szívem te rád vár? Milyen szomjas szívem? Hogyha Jézus benned van, akkor nincs szomjas szív. Nincs szomjas szív. Tele vagytok hazugsággal. Nem azt mondja a Biblia, hogy aki hisz, annak a bensejből élő vizek folyamai ömlennek? Akkor egy csap az mióta szomjas? A csap az nem szomjas, a csap az vizet ad. Ha te szomjas vagy, az azt jelenti, hogy halott vagy, mert nincs benned Jézus. Meg vagytok tévesztve. Tehát egy külön helyet, egy külön papot, külön atmoszférát csinálnak nektek. És akkor nem is beszélve arról, hogy Istenből csináltok egy kóla automatát, mert be kell adni a tizedet, hogy megálljon. Miről beszéltek, mikor minden szellemi áldása miénk a Krisztusban a mennyekben, és mi azért adunk, mert ismerik az Atya szívét. Nem is ismeritek Istent, komolyan mondom. Isten háza. Zsinagógát építetek, olyan zsinagógákat, ahol megfeszítették Jézust. Bemegy Jézus ördögöt űzni, ti meg kirúgjátok. A testvér, aki tanítvány akar lenni, leállítjátok. És akkor kitaláljátok, hogy a Szent Szellem már nem működik. Akkor hogyan lehetsz tanítvány, hogyan követhet egy Jézust? Vagy pedig kitaláljátok azt, hogy Jézus csak egy speciális betegséget gyógyít, hogy a Nick Vujic is ugye mondja, hogy fú, akinek ez a speciális fájdalma van, vagy a felházban, akinek az a speciális fájdalma van. Igen, hol látsz ilyet a Bibliában, hogy Jézus kiszúr egy darab fájdalmat, és akkor azokat gyógyítja, meg a többi meg szenvedjen. Hol láttok ilyet? Én azt látom, hogy mindig odavitték az összes démonizáltat, az epilepsziásokat, a betegeket, a sántákat, a mondjad már a gutaütőt, ugye, ami a sztrókos. Az összeset odavitték, és ő meggyógyította őket. Nem személyválogató az Úr Jézus, hogy kiszemel egy speciális betegséget, amelyikre a kundalini benned levő démon éppen rámutat, és akkor azt az ördögöt felszólítja, hogy menjen el. Adjuk már ezt. Akit a fiú megszabadít, az valósággal szabad, de ehhez az kell, hogy te azonosulj az ő halálával. És nem kezet föltenni kell, meg elmondani egy megtérő imát, ezek nagyon szép dolgok, csak kár, hogy nem biblikus. Nem mondjátok, hogy szól a szkriptúra. Ti katolikus 2.0-ák vagytok. Tisztelt azoknak, akik nem ezt a hazugságot követik, amit kereszténységnek hívunk. Jó? És a kereszténység az igazából nem más, mint luteránizmus. Itt-ott varjál a protestantizmus. Nem véletlenül nevezi a Biblia a katolikus egyházat a minden parázna anyjának, mert az összes többi ugye belőle származik. Gyertek ki belőle, én népen. És amit ez az egész katolicizmus 2.0 csinál, ez egy sokkal sunyibb. Nem vagyunk katolikusok, ámen. De tanítványok se vagytok. Mert mit mond Jézus, mi a kiküldetési parancs? Nem? Az, hogy menjetek el? És erre mit csináltok? Építetek egy zsinagógát, és hívogattok. Nem azt mondta az Úr Jézus, hogy menjetek és tegyetek tanítványokká? A tanítvány az ugyanaz a szó, mint hogy gyakornok, hogy
van egy szakközépiskola, és akkor valami mesterséget kitanulsz, és gyakorlod. Ugye, ahogy Jézus is elhívja az embereket, hogy kövessetek engem, gyertek utánam, csináljuk együtt. Tehát gyakornokokká kell válni, nem pedig bölcsészekké elmenni teológiára, és akkor filozofálni, hogy hú, az úrvacsora most ez vagy az, vagy most az elragadtatás ez vagy az. Nem bölcsészekké kell válni, hanem gyakornokokká. És azt mondja, hogy bemerítéssel, nem pedig megtérő imával. Tedd fel a kezed, látlak, mindenki csukja be a szemét, látlak, ott a hátsó padsorban, ott is látlak, ott is köszönöm, letelted, látlak, köszönöm, látlak, gratulálok, most már istenei vagytok, a túrókat vagytok istenei. Hol láttok ilyet, hogy tedd fel a kezed? Emberek parancsolatait hirdetitek Isten parancsolataiként, találóan profétált rólatok, ti képmutatók, Ézsaiás proféta, amikor azt mondta, hogy a ti szíveitek, az távol van én tőlem, és csak a szátokkal, az ajkatokkal dicsértek engem, meg szolgáltok. A bemerítéssel kezdjük a tanítványozást. A baptisták ebből is csinálnak ugye ugye ezt a törekvőt, hogy van egy X7-es tanfolyam, mire nagy nehezen bemerítenek. A fenéket, amikor hitre jut az ember, amikor rájön, hogy ő gonosz, bűnös, azonnal bemerítették. Mindig, kivétel nélkül egy olyan dolgot nem tudsz az abcselben, apostolok cselekedeteiben, hogy nem merítették be. Mindig, azonnal bemerítették. Mert biztos nem volt fontos. És mi itt a nagy 21. században már biztos jobban tudjuk, mint az apostolok, akik amúgy Jézusnak ugye az apostoli tanítását vitték tovább. De ma már nem úgy kell csinálni. Meg az különben is csak a Biblia nem számít. Na, és végezetül azt mondja ugye, hogy tegyetek tanítvánnyá minden népeket, bemerítvén, ugye az Atya, Fiú, Szentszer nevében, és tanítván arra, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek. Tehát ki parancsolta nektek? Ki beszél? Az Úr Jézus beszél, ugye az első tanítványoknak. Ugye? Amit én, Jézus, parancsoltam nektek, ugye? Azt ti adjátok tovább. Tehát nem azt mondja, hogy amit Luther parancsolt nektek, nem azt mondja, amit Calvin parancsolt nektek, nem azt mondja, amit Zwingli parancsolt nektek, amit bármelyiket elővehetett, én csak ezt a három híres reformátumot hozom elő, akik mind üldözték és gyilkolták az anabaptistákat. És már az a név is, hogy anabaptista mekkora egy hazugság, mert ők nem anabaptisták, hanem tehát az első az nem is volt bemerítés. A csecsemő. Az nem is bemerítés, nem mondjuk már rá, hogy újra keresztelők. Hát nem is újra keresztelés. Soha nem is voltál bemerítkezve. Azok, akik felnőtt korban arra merítkeznek be, hogy ők bűnösök, és ők kérik az új lelkiismerettel a bűneik bocsánatát, a Jézus föltámadása által lemosván a bűneiket, és kérvén az Úr Jézus, hogy metélje őket körül, és metsze le a bűnös embert, és ezzel magukra öltik a Krisztust. És aki Krisztusban van, az az új teremtés. Aki nincs Krisztusban, mert nem merítkezett bele az ő halálába, jöhetek nekem a kereszttel állandóan. A kereszt és a vér fontos, de hárman tesznek bizonyságot a szellem, a víz és a vér. Ez a 3-1. Az Úr Jézus vére üdvözít, de az Úr Jézus vére semmit nem jelent neked, amíg nem azonosulsz az ő halálával. Ahogy nekem se jelent semmit az amerikai függetlenség napja, amíg nem válok amerikaivá. Tehát, igen, pipa vagyok rátok. Jézus is mit csinált? Főborogatta a templomban az asztalokat, meg kiborította ezeket a pénzárusokat. És ti ugyanezt csináljátok a fizetős konferenciákkal, a könyves asztalaitokkal, a könyvesboltjaitokkal, az internetről pénzét letölthető dicsőítéseitekkel. Brablok barlangjává tettétek az Istennek a dolgait. Undorítóak vagytok. Katolikus 2.0, térjetek meg, mert mentek a tüzes gyehennába. És én nem viccelek. Elegem van már ebből a kereszténységnek nevezett hazugságból, amit műveltek. Térjetek meg, és gyertek ki belőle. És kezdjétek el végre Istent komolyan venni. Mert miattatok? Miattatok gyalázzák az Istennek a dolgait? Ugyanúgy bálványimádók vagytok, és templom rablók vagytok, mert mi a templom?
a testünk az Isten temploma. És ahelyett, hogy az embereket tanítványá tennétek, ahelyett, hogy megmondanátok nekik, hogy amikor megtérnek, akkor ők a mennyeiek világába vannak ültetve, Krisztus él bennük, és ti vagytok az Isten temploma, és Isten a mennyben lakik ugyan, de az alázatossal és a szeliddel is. Aki megalázza magát Isten előtt, és hajlandó letérdeni, és beismerni, hogy ő egy dög, egy rothadék, egy szennyes ruha, egy meszelt sír, ami tele van rothadással és hullákkal. Igen, és kimondom, hogy egy rohadt dögök vagyunk. Mert ez az igazság, rohadt dögök vagyunk, hogyha nem a Krisztusban vagyunk. És akkor megyünk itt Isten dicsőíteni? A Kolesnyikov Gyuri kérje a kaposvári Golgota a pásztor, hogy dicsőítő est. Milyen dicsőítő est? Gyűlölöm a bűnt és az ünneplést. Térjetek meg ebből a dicsőítésből. Isten nem koncerteken keresztül jön hozzád. A hit hallásból van, a hallás Isten igéjéből van. És aki nem zúzza magát össze a kősziklán, amit az építők megvetettek, arra majd egy nap ráesik a kőszikla, és az zúzza össze. Úgyhogy, ha nem zúztad magad össze, és nem ítélted el magad halálra, hogy egy szemét dög vagy, lehetsz te éjjel-nappal dicsőíteni. Meg lehetsz te lelkipásztor, tök mindegy, hogy ő nyakkendő van rajtad, vagy amerikai strandpapucs van rajtad, mint a golgotások, vagy pedig a bírói ruha, mint a reformátusoknál, a talár, ugye a palást, vagy katolikus fehér messzelsír vagy. Nekem teljesen mindegy, hogy hogyan csapod be magadat. De én nem akarom, hogy a pokolra menjél, azt akarom, hogy térjél meg egy gyerek ebből a halott vallásból, mert az a nevet, hogy élsz, pedig halott vagy. Ne katolikus legyél, ne református, ne golgotás, ne baptista legyél, ne szívbunkeres legyél, ne felházas legyél, ne skylightos legyél, vagy grayszomos, vagy szabadkeresztény, vagy óutcás testvérgyülekezetes, vagy kubinyi karcs is. Engem nem érdekel, hogy ki vagy. Még Joseph Prince, ne is beszéljünk róla. Nem érdekel. Engem az érdekel, hogy te azonosultál-e Krisztus halálával, vagy se. Fölismerted, hogy szemét vagy, és meghaltál Krisztussal, hogy neked kell a kereszten lenned, nem, mert a Krisztus magára vette a te bűnödet, és ő szenvedett ott, és igazából neked kéne a kereszten lenni, nem Krisztusnak. Micsoda igazságtalanság, és ez az, hogy az Isten őt tette bűnné, hogy te lehess az ő igazsága. Micsoda igazságtalan kegyelem ez, hogy az ártatlan bárány tölte meg az Isten azért, hogy te élhessél. És akkor te nem azonosulsz az ő halálával, és nem mész be a vízbe, és nem halsz meg magadnak, hanem csápolsz, és mész koncertre, és jaj, de jó, és Isten szeret engem. A túrókat szeret. Ha megtérsz, igen, az alázatosnak kegyelmet, a bűnösnek, vagy a büszkének, a kevénynek, aki előre törekszik, és ő valaki akar lenni, akinek érdeke van, aki fontos. Hány mai nő hirdeti azt, hogy én fontos vagyok? Hogy én vagyok a világ közepe. Minden körülöttem forog. Nem. Ha nő vagy, te se vagy fontos. Ugyanolyan dög vagy. Meszelt sír. Hiába sminkeled magadat. Neked is ugyanúgy meg kell térned. Nem te vagy a fontos. Krisztus a fontos. Neked is ugyanúgy meg kell halnod magadnak. Ugyanúgy meg kell magadat tagadni. Nem vagy fontos. Egyáltalán nem vagy fontos. Egyedül Jézus a fontos. Ebből is térjél meg. Ebből a bálványimádásból térjetek meg, hogy mi fontosak vagyunk. Az angyalok is ott eltakarják a fejüket meg a szemüket, amikor látják Isten dicsőségét. Akárki találkozott a Bibliában Istennel szemtől szembe, az leborult. Az mint egy halott esett össze. Ézsaiás, hogy láttam a seregek urát, én halott vagyok. Én gonosz vagyok. Én a szám az undorító. Istennek kellett őt megtisztítania. Dániel is esett, mint a halott össze, és úgy állította Isten föl, hogy ne félj, te kedves fiú. Vagy János a jelenések könyvében. Nem vagyunk mi fontosak? Viszont, hogyha a cserépedénybe belekerül a virág, hogyha az életedbe belekerül Krisztus, hogyha azt a kőszívet eltávolítja az Isten, és beteszi a hús szívet, na, az a virág, az benned már fontos lesz, Krisztus. De te nem.
meg kell térnünk ebből az individualizmusból, hogy minden körülöttünkről, meg a kis saját véleményünk ebből a posztmodern valamiből meg kell térni. Az út az keskeny, és nem mi találjuk ki. És az út az olyan keskeny a kapu, hogy még a teve is hogy megy be, mint a tűfokán. Úgyhogy térjetek meg, ébredjetek föl, mert közel a vég, és hogyha az Úr Jézus úgy talál titeket, mint a vőlegény a buta szüzeket lámpa nélkül, olaj nélkül, akkor jaj nektek, bezárja az ajtót és vége. Ez nem játék. Úgyhogy vagy most ítéled el magadat, vagy pedig majd Isten az ítélet napján Krisztus által el fog téged ítélni. És mész a tüzes gyehennára. Ezt mondja Pál a Timóteusnak, hogy kérve kérlek, hogy álljál föl az Isten, a Krisztusnak az eljövetelére és az ő ítéletére. Kérlek téged, hogy álljál föl és hirdesd az evangéliumot. Az evangéliumot hirdesd, ne pedig azt, hogy milyen aranyos vagy. Térjetek meg, mert elközelített az Isten országa, higgyetek az evangéliumban. Az evangélium az egy győzelmi híradás jelent, egy másik ország legyőzött egy másik országot. A menny legyőzte a bűnt. És amikor te engedelmeskedsz az evangéliumnak, az azt jelenti, hogy te behódolsz annak a uralkodó országnak, ami jött és hódított. És vagy Jézust követjük, és akkor elmondhatjuk, hogy Uram, Uram, vagy pedig lehetünk reformátusok, lehetünk protestánsok, lehetünk mi mindenek, meg most már úgyis összeboruláson, hát kiszervezte meg a Nick Vujicicot. Az ez az a nap, a László Viktor a katolikus pápa imádó. Hagyjuk már. Lehetünk mi szépek, jók, aranyosak, de belül rothadásra vagyunk tele. Az a nevet, hogy élsz, de halott. De Jézus azért jött, hogy a bűnösöknek hirdesse a megtérést. Hogy az elveszettet keresse meg. Ha te nem érzed magad elveszve, akkor téged nem fog megmenteni. Ha te magadat egy szerencsétlen embernek érzed, aki jaj, olyan nehéz az élet, meg én olyan ártatlan vagyok, de mindenki bánt engem, téged nem fog Isten megmenteni. Igen, fog téged hívni, engem is hívott. Hívott, érted, sátánista voltam, gyűlöltem mindenkit. Hívott az Isten, és hova keveredtem? A református egyházba. Utána hova keveredtem? Valami no-name pünkösdi gyülekezetbe bemerítettek, de nem az igazi bemerítés. Utána hova keveredtem? A Golgotába. És utána hova keveredtem? Még Angliában is voltam, a Hillsongban is voltam, a HTB-ben is, a Holy Trinity Torontóban, ahol a dülöngélés megy, meg a, ez a torontói áldásnak hívott kutyaugatás, ami a 90-es években a Hídgyülibe volt divat. Remélem ma már nem. Nem tudom. Hova keveredtem? Olyan misszióban, meg minden, ahol megy a görcsölés, de nem megtérőket csinálunk, hanem a statisztikákat. Küldjük Amerikába a riportot, hogy kapjunk pénzt. Ez egy hazug rendszer, ez egy prostitúció. Pénzért csinálod és küldöd a jelentést, hogy milyen nagyszerű ember vagy. Ezeken a Billy Graham evangelizációkon, meg a Reinhard Bonnke, meg a Nick Vujicic, amikor bemondják, hogy 400-al jöttek előre, 1 millióan jöttek előre, x akárhány százezre jöttek előre, hány merítkezett be belőlük? Küldik a katolikus egyházba, a reformátusba, az adventistába, a Golgotába, a baptistába. Küldik be őket a zsinagógába. Nem Krisztusba küldik őket, hogy halljál meg magadnak, te dög. Hol van az, hogy szíven üti a szívét, és azt mondja, hogy Uram, irgalmazz nekem bűnösnek. Isten annyira szeret téged, és olyan aranyos vagy, és csodálatos terve van az életed. Már kifejtettem az előző videómban, hogy a halálodra van terve. Úgyhogy miért mondjátok nekem, hogy Uram, Uram, mondja Jézus, ha nem azt teszitek, amit mondok. Menjetek és teremjetek megtéréshez méltó gyümölcsöket. Mert a fejszer már a fák gyökerére van odarakva, hogy kivágják a fákat. És amelyik fa nem hoz gyümölcsöt, azt a tüzes gyehennára fogják vetni.
És elárulom, hogy te magadtól nem tudsz gyümölcsöt hozni. A Szent Szellem tud gyümölcsöt hozni. Magadtól tudsz maszkokat fölrakni az arcodra, meg bájgunár lenni, és akkor kirakhatod a Golgotás Facebookra, hogy vasárnap van, mosolygunk. Igen. Hol írja a Biblia, hogy a mosoly a Szent Szellem gyümölcse? Az egy nagyon szép maszk, ilyet Hollywoodban is tudnak csinálni. Joel Osteen is tud ráncfelvarrást csinálni, ugye, meg arcműtétet, meg a... Hogy hívják azt a nőt? Ugye a Joyce Meyer, meg a Joseph Fries is, ezek mind tudnak fiatalítót az arcukra tenni, de ez hazugság! Nem maszkokat kell fölvenni. Nem a pulpitusnál kell imádkozni, mint a Nick Vujicic imádkozik az egész Európáért. Adjuk már meg az egész világért, mikor Jézus azt mondja, hogy nem a világért imádkozok. Hanem azokért, akik majd az én neve, akik ő miattuk hisznek, azokért imádkozom. Viszont te rád nem haragszom, aki úgy vagy itt, hogy keresed az igazságot. Téged nem foglak ostorozni, téged nem fogom az asztalodat fölborítani. Ha alázatosan keresed az Urat, akkor meg fogod találni. Akik keresnek engem, mondja az Úr, azok megtalálnak. Akik teljes szívek folyamodnak hozzá. És ha az Urat megtalálod, az igazából az, hogy ő talál meg téged. De akkor ő ki fogja magát jelenteni neked, el fogsz borzadni attól, aki vagy, aki voltál, hogy mekkora ostoba voltál, hogy eddig ilyen életet éltél, meg fogod utálni magadat. Meg fogod utálni az egészet. És olyan leszel, mint Pál apostol, hogy az egész egy kál és szemét, és egy nem ér semmit, undorító, mocsok, dög. Pál is mi volt? Tanító volt, rabbi volt, a Gamáliel, a legnagyobb egyetemen végzett, és azt mondja, ez az egész diploma nekem egy nulla, egy WC papír, és eltemette. Azt mondja, hogy nekem sokkal többet ér Krisztus, hogy megismertem őt, és lehetek a tanítvány. Akkor is, hogy üldözték, börtönbe dobták, mindent csináltak. Nem érdekel, én meg akarom ragadni a Krisztust. Mert ő is megragadott engem. Ez az igazi szeretet, hogy nem érdekből mész Jézus után a veszendő kenyérért, a veszendő koncertért, a veszendő hírnévért, a veszendő hamis szeretetért a gyülekezetben, ami nem is szeretet. Ez csak egy birka szellem, egy falka szellem. Ez egy szektás dolog. Hogy tartozni akarsz valahova. De nem Jézushoz akarsz tartozni, hanem zsinagógához. Úgyhogy ezzel zárom, hogy nézzétek meg, van egy videóm, hogy a kereszténység, vagy a gyülisztenség, az egy másik vallás. Van egy videóm arról, hogy a bemerítésről, akit ez érdekel, ez a téma. Lefordítottam egy videót a gyülekezeti, az istentiszteleti rendszer felülvizsgálatáról. De mindegyikötöknek azt mondom, hogy olvassátok a Bibliát, és minden, ami ellene megy, és emberi, azt utáljátok. Amit Isten utál, ti is utáljátok. És akkor, tehát szerezzünk az Úrnak örömet. Gyertek ki ezekből a hamis rendszerekből. Tök mindegy, hogy baptista vagy Jehova tanúj. Teljesen mindegy, hogy mormon vagy adventista. Teljesen mindegy, hogy golgotás vagy katolikus. Teljesen mindegy. És sorolhatnám, hogy hídgyűl is vagy szívbunkeres, vagy grészómos, vagy szabadkeresztény, vagy testvérgyűlis, vagy református, vagy luteránus. Pál azt mondja a Korintus levélben, hogy amikor ezt csináljátok, akkor testiek vagytok. Hogy én Apollóst követem, én meg a Pétert, én meg a ezt, meg azt. És ahogy kezdtem, azzal zárom, hogy az atya azt mondta, hogy Jézus az én szeretett fiam, őt hallgassátok. Őt kövessétek. Hagyjatok ott csapott papot, szó szerint hagyjátok ott a kocsmát, a világot, de hagyjátok ott a papot is, a zsinagógát, a kereszténységet is hagyjátok ott, abból is térjetek meg, és legyél tanítvány, merítkezzél be, és tedd meg mindent, amit Jézus parancsolt. És erőt veszel, megkapod a Szent Szellemet, és majd ő benned Krisztus meg fogja valósítani. Hadd legyen az a virág szép, és legyen ez a cserép edény, ami te vagy, egy
törékeny van. Isten áldjon titeket, Attila vagyok Limbachból, sziasztok!